Az utcaszínházi alkotóközösség 2007-ben alakult, és azzal a szándékkal, hogy olyan településekre, olyan közösségekhez, szociális csoportokhoz vigyen színházat, ahol a színházhoz, a kultúrához, a művészetekhez való hozzájutás az bajos vagy nagyon nehezen elképzelhető. A madarakat megdöbbentette ez a kijelentés. Hát minek szimorg az ismeretlen? Van király, kézzel fogva. A fűrzavar közepette történetek egész sora villant át a bukoszom vagyán, és Gőszöny is helyett mesélni kezdett. Ez egy perzsa költő. Egy Attár nevű perzsa költő, 12. században élt. Ő és az ő szimbolikus meséje alapján készült a Madarak tanácskozása. Ez egy spirituális ihletésű mű. Talán ötvözi mindazt a szépséget, amit te is említettél. Az a hófehér ember? Igen. Gyönyörű. Jönne velem hófehér ember. Mi a neve? Kapas István. Kapas? István! 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 Báró! Kapas István! A keresés vágya újra fellobbant a madarak szívében. Lelkesedésük futó tűzként járta be a tömeget, és már csak egyetlen szó visszhangzott belőle! Ebben a madarak, akik elindulnak, ezek mi vagyunk, ezek a madarak, akik útra kerülünk, és az egész életünkön át próbálunk valamilyen felsőbb akaratot, egy felsőbb értelmet találni az életünkben, és ebben a keresésben sokan feladják, sokan megrekednek, tévútra kerülnek, és vannak, akik ezt a keresést az életük végéig folytatják. Szabadság! Repülök! Repülök! Repülök a sivatag fölött! A sivatag fölött repülök! És éhes leszek, de nem baj! Gyerünk, Louis! Csapja a muzikába! Mi szeretjük ezt, hogy kapcsolatban vagyunk a közönséggel. Szóval ez nekünk egy fontos dolog. Az utcai színháznak ez is a jellemzője? Igen, ezt azt hiszem, hogy az utcaszínháznak ez egy nagyon fontos eszköze, hogy teljesen közvetlenül kapcsolatba kerül. Volt, ami keleti nyelven volt, volt, ami angolul volt, volt, ami cigányul volt, volt, ami oroszul volt. Szóval ez egy ilyen érdekes valami. Repüljünk együtt! Fújt a szél mindenhonnan, szüntelenül! A föld felől fájdalmat hangja törzsöt, hogy fordt! Imádszal mindent a csendjenek el! A könnyeimet szemezgetem! És megtartod? Természetesen!
Látod, hogy milyen gyönyörű, gyönyörű, csillogó, fényes, drága kövek kíván. Sangha Rattham, Sangha Rattham, Sangha Rattham.